A végzős középiskolások életének egyik legmeghatározóbb eseménye a szalagavató bál. Az osztályok hosszú hónapokat töltenek felkészüléssel, hogy aztán a nagy nap estéjén minden tökéletes legyen. A Bibó István Gimnázium 12. A-s diákjai a főpróbán meséltek arról, mi alapján döntötték el, mit is táncoljanak. Elég nehéz és hosszú folyamat volt, de végül a kalózos mellett döntöttünk, mert az egy ilyen átlagos és egész egyszerű, megvalósítható. Ez volt a szempont, hogy minél egyszerűbb, minél könnyebben begyakorolható legyen? Hát igen, ez egy fontos szempont szerintem, hogy minél könnyebben begyakorolható legyen, de ez egy közös megállapotás eredménye lett. A táncban a régmúlt fogott meg, a történelmi jelentőség vagy szerep a kalózságnak. Számodra mennyire volt könnyű ez a koreográfia, vagy éppen nehéz, mennyire vagy táncos lábú? Hát én több helyen is táncoltam már, de mindet abba hagytam, de igazából egész egyszerűen meg lett oldva, pont úgy, hogy azok is tudják táncolni, akik esetleg nem annyira érzik a ritmust. Szerintem a leginkább a közösség, az összetartás, ami az egész Bibót jellemzi, és az osztályunkban is ez, hogy mindenki mindenkinek segít, és ott van, hogyha kell, bármi kérdés van. Számomra jósnak enni egy életérzést jelent. Az egész iskola hangulata és a közösség ereje is nagyon pozitív számomra. Öröm itt tanulni. A 12. C osztály nagyon sokszínű társaság. Ezt remekül bemutatta a táncuk is, hiszen többféle stílus kapott helyet a produkcióban. A mi osztálytáncunk nagyon sokféle zenéből áll össze, tehát lesz Beyoncé, akkor lesz a Village People-től a YMCA, akkor ugye a reptér, aztán ugye készítettünk hozzá egy hatalmas nagy repülőt, és az egyik osztálytársunk a Flóra és az apukája segítségével. Igazából mindenki mondott bele valamit, szóval mindenkinek benne van a saját ötlete, és igazából így alakult ki. Én az előző év végén csatlakoztam ez az osztályhoz, de így ebben a két hónapban mennyire megismertem őket, abszolút elég sokszínű osztálynak mondható, és hát szerintem az osztálytáncunk ezt tükrözni is fogja. Na és akkor így friss osztálytársnak lenni, milyen ez az osztály, hogyan látod, miért szeretsz ebbe az osztályba járni? Hát először is a jó hangulat, ami mindig köszönt reggelente, és azt, hogy együtt nevetünk az ilyen hülyeségeken, amik épp történnek velünk minden nap, meg az egész, hogy is mondjam, az iskola nehézségeit sokkal könnyebben lehet egy jó osztályközösséggel átvészelni, mint mondjuk egy kevésbé jó osztályközösséggel. Mit jelent számodra a szalagavató? Szerintem ez így a lányok életében mindig egy ilyen fontosabb dolog, nagyobb dolog, mint a fiúknak, de én igazából úgy látom, hogy a mi osztályunkban a fiúk is azért komolyan veszik, szóval nekik is fontos, szerintem. Szerintem magunkhoz képest abszolút komolyan vettük. Én szerintem a fiúkon nem érzem azt, hogy annyira rástresszelnének, mint a lányok. Tehát mi sokkal lazábban vesszük, de összességében azért komolyan vettük, és szerintem ez majd látszani is fog. A 12. osztály tagjai időutazásra invitálták a közönséget. Az 1920-as évek Amerikájában játszódó koreográfiában szeszcsempészek keveredtek különféle kalandokba. Olyan régen választottuk ki, gyakorlatilag már tavaly tavasszal szerintem. Nem is emlékszem, hogy mik voltak a további ötletek, de egyértelműen az volt, ami mindenkinek legjobban tetszett. Szerintem eléggé jól fogja jellemezni az osztályunkat, egy kicsit ilyen over the top, kicsit ilyen drámai az egész, és szerintem az osztályunk közösségére ez pontosan megfelel. Mi már tavaly tavasszal elkezdtünk így alaplépéseket megnézni, aztán szeptemberben kezdődtek úgy igazán a próbák, heti egyszer és a tesi órákon is továbbra gyakoroltuk. Igazából igyekeztük minél komolyabban venni, de azért megvolt a jó fej hangulat is, jól éreztük magunkat, nem maradt el az sem. Én azt mondanám, hogyha így valaki tényleg így beleteszi a lelkét, és nem csak az van, hogy ott áll hátul, és elkullog a sarokba, hogy ő nem akart táncolni, hanem egy kicsit megpróbálja oda tenni magát, akkor mindenképpen jól fog sikerülni. Tényleg a lelkesedés az, ami kelljen, hogy vezérelje az embereket egy ilyen produkcióban. Ez az osztály mennyire vette komolyan a feladatot?
Voltak, akik komolyan vették, voltak, akik kevésbé komolyan, de szerintem összességében most, hogy így már ez a fő próba, és tényleg így az egész hangulat átjön, most már látom, hogy mindenkiben így leül a pelet, és mindenki egészen komolyan veszi. Nekem ez a gimnázium tényleg nagyon sokat jelent, nagyon sok mindent köszönhetek, és nagyon sok mindent kaptam. Új tapasztalatokkal gazdagodtam így az évek alatt, mind tanulmányi téren, mind zenei téren, és nekem biztosan hiányozni fog. A Szalagavatót a Halas Televízió teljes egészében rögzítette, a felvételeket pedig egy későbbi időpontban láthatják majd nézőink.